Örmény testvér megye küldöttsége látogatott Gyárgyószent Miklósra a városnap alkalmából. Az Örményországi Lori megyéből érkezett négy tagú küldöttsége, Hargita megye képviselői olyan tervekről beszéltek, amelyek nem csak a kultúrára, hanem az oktatásra és a gazdaságra is vonatkoznak az Örményországi Lóri megye küldöttsége érkezett a Hargita megyei Gyergyó Szent Miklósra, Hargita megye tanácsa és a helyi örmény közösség meghívására. A négy tagú küldöttség a városnapon megemlékezésen, tanintézmény és gyárlátogatáson vehetett részt, illetve találkoztak a gyergyói és udvarhelyi vállalkozókkal és egyetemek képviselőivel is. Itt vagyunk, mert a szeretünk, hogy folytassunk a az a testvéri kapcsolatok, amit alapítunk a, a előbb Gyergyői és a, a Lori Mars alaverdi városok között, és most új tartalommal, új kívánsággal, új potenciával tudunk a, a folytatni ez az együttműködés. A találkozón és megbeszéléseken konkrét tervek is születtek Harkita megye és Lóri tartomány közötti együttműködésről. Nem csak kulturális, hanem tanügyi kérdésekről is, egyetemek közti együttműködésekről is beszéltünk, illetve gazdasági együttműködések voltak terítéken. Én remélem, hogy ezek a gyakorlati kapcsolatok, gyakorlati ismertetők segíteni fognak abban, hogy az elkövetkező években felpesdüljön akár a gazdasági élet is, illetve a tanügyi együttműködés a két megye közt, és mindenki bizakodóan várjuk a következő lépéseket. A küldöttség a gyergyóremetei beruházások helyszíneire is ellátogatott, ahol azokat a technológiákat mutatták be nekik, amelyekre büszkék a megyében. Ezért vagyunk ma remetén, hiszen itt egy olyan mega beruházás sorozat kezdődött el, ami őket is meghökkentette. Tehát hiába a több éven keresztül a Nemzetközi konferencián bekapcsolódva bemutattunk belőlük részleteket, de itt most élőben megtapasztalva az egészen más. Remetén többek között a tejporgyárat, a készülő erdei gyümölcs, liofilizáló és burgonya feldolgozó csarnokokat, valamint a raktárhelyiségeket is megmutatták a vendégeknek.